Sziasztok, Fruzsi vagyok, és ma egy januári wrap-up-pal készültem nektek. A január ez egy kicsit rámborult, úgyhogy éljenek a hangos könyvek, gyakorlatilag a könyvek fele, amit most ebben a hónapban olvastam, az hangos könyv volt, mert egyszerűen máshogy nem volt rá időm vagy agyi kapacitásom. Úgyhogy vágjunk is bele. Az első könyv, amit a hónapban olvastam, az a This is How You Lose the Time War volt Max Gladstone-tól és Amal Al-Motar-tól. A második szerzőnek szinte 100%-ig biztos, hogy abban nagyon rosszul mondom a nevét. Ez gyakorlatilag két időutazó titkos ügynökről szól, akik az idővonalon előre és hátra utazva, illetve alternatív valóságokba utazva apró változtatásokat próbálnak végrehajtani azért, hogy a saját ügynökségünknek megnyerjék az Time War-t, az időháborút. És elkezdenek egymással levelezni. Gyakorlatilag ezeket a leveleket olvassuk felváltva a fejezetekben, illetve mindig van hozzá egy kis elősztori, hogy hogyan találja meg ezt a levelet. És én ezt baromira élveztem, nagyon-nagyon ötletesek voltak ezek a levélváltások. Gyakorlatilag előfordult, hogy mondjuk egy fának az évgyűrűjében növesztették bele a levelet, vagy egy vulkánban jelentek meg, vagy a címzetnek meg kellett ennie valamit, és utána a felszívódó kemikáliákból jelent meg valahogy a fejében az üzenet. Tehát, hogy nagyon-nagyon ötletesek voltak, és én is mindig izgatott voltam a karakterekkel együtt, hogy oké, akkor vajon hol lesz a következő levél. Ez a könyv nagyon-nagyon a hangulatra épít, nagyon színesen, túlbúrjánzóan, lilán van benne megfogalmazva minden, úgyhogy akkor, hogyha ez a kicsit túlírt vonal neked nem működik, akkor valószínűleg a könyv sem fog működni, mert tényleg akkor működik csak, hogyha a hangulat az elkap téged szerintem. Alapvetően ezekből a levelekből viszonylag keveset tudunk meg a világról, gyakorlatilag néha kérdezgetik egymást a titkos ügynökeink arról, hogy nekik milyen az otthonunk, hogy hogyan nőttek föl. De ezen keresztül nagyon-nagyon keveset tudunk csak meg a világról, és sokszor úgy tűnik, mintha a különböző technológiák vagy események csak oda lennének dobálva. Egyszerűen kifakulnak és elhomályosodnak a két szereplőnknek a történetem mögött, mivel nem is igazán ez a lényeg, hanem az, hogy ők hogyan találnak egymásra. És ez nagyon szépen meg volt egyébként csinálva, mivel ez a időutazós titkos ügynökség ez egy nagyon-nagyon magányos feladat, mindig egyedül dolgoznak, és egész életeket leélnek néha ahhoz, hogy apró változtatásokat meg tudjanak csinálni. Tehát, hogy kötődnek az életükben lévő emberekhez, de hogy nem tudnak hozzájuk úgy kötődni, mint egy másik emberhez, aki tudja, hogy ők mind mennek keresztül. Azzal ugye, hogy ők ennyire kívülállóak állandóan a saját életükben. Nekem nagyon tetszett, hogy ezen keresztül egymásra találtak, illetve volt egy kis furcsaság az elején azzal kapcsolatban, hogy ők miért is kezdenek el levelezni, és hogy honnan jön az az egész érzés kettőjükben, de ez nagyon szépen el lett varva a történet vége felé. Az a helyzet, hogy még mindig nem tudom, hogy hányadán állok ezzel a könyvvel, mivel a hangulata és az írása nekem nagyon-nagyon tetszett, és teljes mértékben elvitte nekem a hátán az egész, nem tudom, 150 oldalas kis regényt, de közben úgy gondolom, hogy a cselekmény ben lehetett volna még egy kis csavar a végén, egy kicsit többet akartam tudni a világról, egy kicsit többet akartam tudni a karakterekről, mindenből egy kicsit többet akartam, úgyhogy ahogy leraktam, volt egy olyan érzésem, hogy ez egy utazás volt, hogy nagyon elvesztem a hangulatát, de hogy valami nekem egy kicsit hiányzik belőle, amit a mai napig nem tudok, hogy konkrétan micsoda, csak hogy van egy kis hiányérzetem ezzel a történettel kapcsolatban. A következő könyv, amit a hónapban olvastam, az egy szörnyeteg volt, ez R.F. Kuang-tól a Dragon Republic. Ami a Poppivernek a folytatása, és alapvetően azt hiszem, mert beszéltem arról, hogy ez a könyv nekem sokkal-sokkal jobban tetszett, mint a Poppiver, sokkal letisztultabb, sokkal inkább egyben van, mint a szerzőnek az első regénye. Ez részben annak is köszönhető, hogy nincsen benne ez a nagy törés, másrészt pedig szerintem érezhető az, hogy sokat fejlődött a két regény megírása között. Ebben a kötetben egy kicsivel az első kötet vége után vesszük fel a fonalat. Rina gyakorlatilag új szövetségeseket keres a bosszújához. Ami nagyon izgalmas ebben a könyvben, hogy az első 100 oldalban gyakorlatilag végig pörgeti ezt a történetszálat, amit egy második kötettől várnál. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon masszívan benne van a karakternek az elveszettsége, a gyásza, hogy csapatot gyűjt, hogy elindul, hogy bosszút álljon, és utána, ezután az első 100 oldal után van egy fordulat, ahonnan más irányt vesz egy kicsit a történet. Gyakorlatilag ebben is mindentől kezdve végig háborúzzuk az egész kötetet, de egyre szürkébb lesz az, hogy most akkor van-e jó oldal, vagy nincsen jó oldal, hogy melyik oldalra érdemes állni, hogy egyáltalán van-e értelme ennek a háborúnak, amit még mindig vívnak, amitől még mindig meghalnak emberek az országban, és ezek olyan kérdések, amiket nagyon-nagyon nehéz eldönteni. Nagyon gyakran úgy érzik a karakterek ezzel kapcsolatban, hogy nincsen választásuk, vagy csak a kisebbik rosszat tudják választani, és nekem nagyon tetszett az, ahogy beleszeretnek eszmékbe és gondolatokba, mert hogy valamivel azért
meg kell indokolni azt, hogy miért ölnek meg ennyi embert, és hogy miért zajlik még mindig ez a háború, és ahogy így beleszeretnek és kiábrándulnak, és beleszeretnek és kiábrándulnak eszmékbe és gondolatokba és célokba, azt én nagyon-nagyon elvesztem. Ennek megfelelően egyébként eléggé szenvedős ez a könyv. Rina az nagyon-nagyon egyértelműen nem egy megszokott hős, hanem egy tinédzser lány, aki egy nagyon nehéz szituációban van. És éppen ezért nagyon frusztrálóak lehetnek azok a döntések, amiket hoz, mivel nagyon-nagyon vágyik arra, hogy valaki megmondja neki, hogy mi a jó döntés, és hogy mit kell csinálni, viszont közben nagyon-nagyon nem akarja kiadni a kezéből a nehezen megszerzett önállóságát és kontrollját, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon frusztráló tud lenni néha az, ami vele történik. Viszont szépen lassan kialakul körülötte egy olyan kör, akikben úgy tűnik, hogy megbízhat. És ezzel együtt ő is kezd majd rátalálni a könyv során a saját önállóságára és a saját gondolataira és arra, hogy valójában ő mit is akar és milyen céljai vannak. Úgyhogy remélem, hogy elég illa volt ahhoz, hogy ez ne legyen spoileres. Amit egy kicsit sajnálok, hogy ebben a kötetben egy kicsit háttérbe szorult gyakorlatilag a mágia és a mágikus aspektusoknak a további kibontása. Feltűnik gyakorlatilag egy-két karakter, akik miatt úgy gondolom, hogy majd a harmadik kötetben erről még többet fogunk megtudni, de hogy ebben a kötetben sokkal inkább a háborúnak a gépezetén van a hangsúly. És amit még nagyon-nagyon szerettem benne, hogy ez a könyv olyan mértékben átcseszett, hogy utoljára azt hiszem a Kormoránbarú cseszett át annyira. Annyira beleéltem magam érzelmére bizonyos szálakba, hogy hiába tudtam az olvasó fejemmel, hogy hova fogunk kifutni, hajlamos voltam elfelejteni, hogy én ezt tudom, hogy hova fogunk kifutni, és nem is akartam, hogy odafussunk ki, úgyhogy amikor megtörtént az, ami megtörtént a könyvnek a végén, akkor annyira átverve éreztem magam. Annyira magával vittek Rinnek az érzései, hogy teljesen megdöbbentem, hogy ez most miért történik, miközben tudtam, hogy meg fog történni. Úgyhogy ez fantasztikus volt benne. Gyakorlatilag ebben a kötetben sikerült sokkal közelebb hozni a szereplőket az olvasóhoz, és éppen ezért érzelmileg is sokkal jobban megviseltek bizonyos események benne, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szerettem olvasni ezt a könyvet. Még azzal együtt is egyébként, hogy hihetetlen mennyiségűt hánynak benne. Rengeteget hánynak benne. Ami még nagyon tetszett, hogy ezeken a karaktereken keresztül, akik Rint körül veszik, nagyon sok aspektusa megjelenik a háborúnak. Visszatér például Venka, akinek folytatódik a története az első kötet után, azzal kapcsolatban, hogy ő hogy tud utána lebrelni, és hogy milyen hatással van rá az, ami a első kötetben történt vele, illetve Kitájnak is vannak nagyon-nagyon szép jelenetei, szegény fiú durván PTSD-s, amit szerettem volna, hogy még egy kicsit jobban kibontsunk, de ezzel együtt is nagyon-nagyon szeretem azt, hogy a világ és az a kegyetlenség, ami benne történik, az nem hagyja érintetlenül a karaktereinket, hanem hatással van rájuk. Én egyre jobban megszeretem ezeket a karaktereket, egyre jobban megszeretem ezt a világot, és nagyon-nagyon várom már az utolsó kötetet belőle. A következő könyv, amit a hónapban olvastam, az Adrian Tchaikovsky-tól volt egy kis regény, a Made Things, ami őszintén szólva egy kicsit csalódás volt nekem. Gyakorlatilag egy olyan világban járunk, ahol a mágusok feleltethetőek meg a nemességnek, ők irányítják a várost, az országot, és azok, akiknek van bizonyos mágikus képességük, azonban nem teljes vérű mágusok, azok a társadalomnak a peremére szorulnak. Gyakran dologházakba viszik el őket, és nagyon szar körülmények között dolgoztatják ott őket, nagyon gyakran eltűnnek onnan emberek. Az egyik főhősünk az egy fiatal lány, akinek a szülei pont így tűntek el, úgyhogy magára maradt az utcán, és gyakorlatilag az ő képessége az a babakészítés. Összefog két kis homonkulusszal, akik ilyen megelevenedett bábúk, akik gyakorlatilag a padlásán laknak, nem tudja, hogy ki készített őket, hogy honnan jöttek, és gyakorlatilag egymásnak segítenek túlélni. Ezek a bábúk voltak a könyvnek egyébként a legérdekesebb részei, mivel ők gyakorlatilag egy mágusnak a tornyában születtek valamiféle kísérletnek az eredményeképpen, és miután a mágus az eltűnt, utána egy teljes kis társadalmat alakítottak ki, a toronyból elkezdtek ki vándorolni és különböző kis csoportokba gyűlni azért, hogy még több ilyen kis bábút csináljanak, mint ők, és gyakorlatilag ehhez kellett nekik a lánynak a segítsége.
És az ő kis társadalmuk az baromi izgalmas volt, nagyon-nagyon élveztem. Akkor, hogyha erről szólt volna az egész könyv, akkor valószínűleg sokkal jobban tetszett volna. De egy ponton valahogy átment az egész egy ilyen rablós történetbe, ahol összegyűlnek bizonyos szereplők, és akkor végre kell hajtaniuk egy nagy értékű dolognak az ellopását, ami jó lett volna, csak azon kaptam magam, hogy ez a szál nem érdekel. Hogy sokkal-sokkal jobban érdekel az, hogy mi van a kis homonkulusokkal, meg az ő kis társadalmukkal, meg hogy milyen céljaik vannak. Még az ember szereplők egy kicsit érdektelenek maradtak még ezzel együtt is, hogy azért ki voltak dolgozva valamennyire, de hogy nem volt annyira érdekes az ő történetük. Úgyhogy elég felemás érzéseim vannak ezzel a könyvvel kapcsolatban, ahhoz képest, hogy mennyire rövid, nagyon-nagyon sokáig halogattam azt, hogy befejezzem. Ezzel a könyvvel gyakorlatilag Adrian Tchaikovsky egy kicsit megbillent a kis piedesztáján, azzal kapcsolatban, hogy nem minden fantasztikus, amihez hozzányúl, de mindenképpen szeretnék még vele próbálkozni, mert nagyon-nagyon szeretem, ahogy ír. A következő könyv, amit a hónapban olvastam, az Kazuo Ishigurótól volt a Dombok halvány képe, ami azt hiszem az első megjelent regénye, és ez egy nagyon-nagyon furcsa hangulatú könyv volt, nagyon-nagyon élveztem. Ezekot követjük egy japán nőt két különböző idősíkon, egyrészt a II. Világháború után pár évvel Nagasakiban, ahol ő egy fiatal nő, aki éppen az első gyermekét várja, másrészt pedig évekkel később Angliában, ahol már mint özvegyet ismerjük meg őt, aki elvesztette a legidősebb lányát, aki öngyilkos lett, és a fiatalabbik lánya meglátogatja őt. Ez egy nagyon-nagyon csöndes könyv, nagyon kevés dolog történik a felszínen, viszont a felszín alatt nagyon-nagyon durva feszültségek dúlnak benne. Egyrészt a jelenbeli szálon közte és a lánya között is nagyon nagy feszültségek vannak, nem tudjuk pontosan, hogy ők miért távolodtak el ennyire egymástól, illetve hogy a lány az miért távolodott el ennyire a nővérétől, de érezhető, hogy ez a jelsz, amit ők megosztanak egymással, ez valahogy ilyen feszültségtől terhes, és nehezen tudnak egymással mit kezdeni. A múltbéli szálon pedig ugye nem sokkal vagyunk a háború után, viszont elkezdték már újraépíteni a várost, a háborúnak a nyomai azok szinte teljesen eltűntek, és az emberek nem is nagyon beszélnek róla, vagy akkor, amikor szóba hozzák, akkor úgy érzik, hogy erről nem lehet beszélni. Úgyhogy egyrészt ebben is van egy feszültség, másrészt az idősebb és a fiatalabb generáció között is van egy feszültség azzal kapcsolatban, hogy a fiatalabbak úgy érzik, hogy az idősek sodorták őket bele ebbe a helyzetbe, illetve Ecukónak a szállán is van egy nagyon furcsa feszültség, mivel a férjével nagyon-nagyon távolságtartó, viszont az őket meglátogató apósával nagyon közvetlen. Úgyhogy itt is érződik az, hogy ő boldogtalan, hogy valami nem stimmel, amikor látsz egy képet, és éppen csak annyira van megdőlve, hogy érezd rajta, hogy valami nem oké, de hogy nehéz megmondani, hogy most akkor pontosan hol is csúsztak el a dolgok. És az egész gyakorlatilag Ecukónak, a szomszédnővel, Szacsikóval való kapcsolatában csúcsosodik ki. Aki egy egyedülálló anyuka, aki szinte mindenét elvesztette a háborúban, egy nagyon-nagyon lerobbant faházban lakik a kislányával, nem messze attól az emletes háztól, ahol Ecukó lakik. És nem mondhatnám azt, hogy barátok lesznek, de közel kerülnek egymáshoz, mivel az életútjuk nagyon-nagyon sok mindenben hasonlít egymásra. És ez a másik nagyon érdekes pontja egyébként a könyvnek. Nem szeretnék lelőni belőle semmit, de ahogy Ecukónak az elbeszélését olvassuk, néha előjönnek ilyen kis pontatlanságok, ahol olyan, mintha a szereplőknek a története egybefolyna, nem lehet eldönteni, ez most akkor mégis mikor történt meg, kivel történt meg, nem megbízható az, ahogy Ecukó emlékszik a dolgokra, illetve ez a jelenbeli szálban is előjön, hogy bizonyos emlékképeket egyértelműen összemos magában. Úgyhogy ez egy olyan könyv, amire nagyon oda kell figyelni olvasás közben azért, hogy összeálljanak a különböző kis puzzle darabok, nem is ad mindenre választ, igazság szerint nagyon sok minden csak sejtet, viszont pont ettől én baromira elvesztem olvasni, mert olyan jó érzésűen vakarta az agyamat. És ez az egész még feszültebb lesz attól, hogy a felszínen olyan, mintha semmi sem történt volna, és mindenki hihetetlenül nyugodt és udvarias a másikkal. Annak ellenére, hogy egyértelmű, nagyon-nagyon sok ponton a könyvben, nagyon-nagyon sok emberi kapcsolatban a könyvben, hogy valami nincsen rendben. Nagyon-nagyon érdekes volt szerintem ez a könyv, és nagyon érdekes témákat vetett föl azzal kapcsolatban is, hogy egy háborút hogy lehet egyáltalán túlélni. Hogy milyen egy jó szülő, hogy milyen az, amikor olyan döntéseket hozol meg, amiről tudod, hogy másoknak rossz lesz, de egyszerűen tartozatlan az az állapot, amiben
most létezel, úgyhogy muszáj meghoznod egy ilyen döntést. Nagyon-nagyon érdekes hangulatú könyv volt, én nagyon-nagyon szerettem. Muszáj ezt elmondanom róla, hogy ez a könyv egyértelműen nagyon komoly és sötét témákkal foglalkozik, és van benne egy jelenet, ahol premier plánba kis titelket folytanak meg, úgyhogy óvatosan nyúljatok hozzá. Egyébként ezt a könyvet megvettem az egyik barátnőmnek is születésnapjára, és annyira hatás alatt voltam, hogy nekem full kivent a fejemből az, hogy ez a kis titkos jelenet egyáltalán benne van. Úgyhogy szegény nagyon szomorú volt, és nem értette, hogy miért adok neki ilyen könyveket ajándékba. De hogy minden esetre engem nagyon-nagyon megmozgatott ez a könyv, nagyon-nagyon szerettem, de tudom, hogy nagyon-nagyon réteg könyv, úgyhogy nem tudom mindenkinek ajánlani. A következő könyv, amit a hónapban olvastam, az a T-jegyesei volt Krisztel Dabótól. És ez a könyv tényleg annyira király, mint amennyire az emberek mondják, hogy király. Nagyon-nagyon jó volt, baromira élveztem, és itt is nagyon köszönöm Fatinak, hogy megvette nekem, mivel valószínűleg nagyon sokáig halogattam volna, még akkor, hogyha nem kapom meg tőle ajándékba. Ez a könyv gyakorlatilag egy olyan világban játszódik, ahol a Föld magja körül kontinensnyi szikladarabok keringenek, hol nagyobbak, hol kisebbek, amiket egy-egy családfő, egy kvázi isten vezet. És nagyon-nagyon érdekes a világépítése, eszméletlenül élveztem. Gyakorlatilag a főhősünk, Ophelia az animán született, ahol a családfő isten Artemis, ez nagyon közel áll az emberekhez, elég közvetlen kapcsolatban van velük. Gyakorlatilag egész anima is úgy tevődik össze, mint egy hatalmas család. Mindenki mindenkinek a rokona, vagy hetedági unoka testvére, tehát, hogy nagyon-nagyon közvetlen, kedves, szoros kapcsolatban állnak egymással itt az emberek. Mindenki olyan munkát végez, amilyen munkához affinitása és kedve van. Egy idősnökből álló csapat, a matrónák vezetik ezt az egész helyet, mivel Artemis az főleg a kutatással van elfoglalva. És a főhősünk, Ophelia, az egyrészt egy tükörjáró, tehát, hogy tükrök között tudod mozogni, kisebb távolságon belül. Másrészt pedig a tárgyaknak a múltját tudja olvasni egészen vissza a keletkezésükig gyakran. Úgyhogy ő egy kis múzeumban éldegél, teljesen jól el van, mindenki őt visszautasít, mert nem érzi még úgy, hogy szeretne megházasodni. Nem sokára azonban érkezik egy kérő a sarkról, akit nem tud visszautasítani, mivel a matrónák már elég érték neki. Úgyhogy kénytelen az új vőlegényével tornál utazni a sarkra, azért, hogy ott új életet kezdjem. Nagyon érdekes az, hogy a kettőjük közötti dinamika alakul. Nem mondanám azt, hogy ez egy szerelmi szál, viszont tényleg nagyon-nagyon érdekes az, ahogy a két karakter interakcióba lép egymással. Ophelia ez egy nagyon-nagyon halk, visszahúzódó lány, nagyon ügyetlen egy korábbi tükörbaleset miatt, tehát állandóan mindent elejt, összetör, széttép, tönkretesz. De ez egyébként nála csak a felszín, mivel alapvetően ő egy nagyon-nagyon erős karakter, aki pontosan tudja azt, hogy ő kicsoda. Hogy milyen értékei vannak, hogy mi az, amit ő fontosnak tart, és éppen ezért nagyon érdekes az, hogy neki a látszólag könnyen irányítható, de egyébként nagyon határozott személyisége, az hogyan feszül neki Thornnak, aki egy nagyon merev karakter, akinek szintén nagyon-nagyon határozott véleménye van arról, hogy minek hogy kell történnie, és ez gyakran nem is köti az emberek orrára, hanem egyszerűen csak úgy csinálja, hogy ő gondolja, hogy ezt csinálni kell. Úgyhogy nagyon-nagyon elvesztem ennek a két karakternek a súrlódását, és nagyon kíváncsi leszek, hogy merre fog majd menni a kapcsolatok a következő kötetekben. A sztorink az főleg politikai intrigákra épül, nagyon sok ideig tart az, amíg kiderül, hogy gyakorlatilag miért volt szükség erre az érdekházasságra, viszont azt már rögtön látjuk, hogy a Thorn körülötti emberek, azok hogyan reagálnak erre. Hogy érezhetően megváltoznak az erőviszonyok attól, hogy Ophelia idejön, viszont nagyon sokáig nincsen tisztában azzal, hogy konkrétan miért is. Rengeteg-rengeteg érdekes politikai kavarás történik a házasság körül. Gyakorlatilag minden egyes szereplőnek megvan az, hogy milyen érték fűződik ahhoz, hogy ez megtörténjen, vagy kútba essen. Úgyhogy baromi izgalmas volt nekem ez a vonal. Illetve ami nagyon-nagyon elvitte a hátán az egészet, az tényleg a világépítés. Nem csak anima volt nagyon élőben és aprólékosan felépítve, hanem a sark is. Ami a nevéből adódóan gyakorlatilag nagyon-nagyon havas rideg hely, ami fölött leveg ez a palota gyakorlatilag, ahol a nemesek és az ő szolgáik élnek. A sarknak a társadalma is egyrészt baromi izgalmas, a különböző mágikus képességekkel rendelkező családokkal, és azzal, hogy ők milyen viszonyban vannak a családfővel, illetve egymás között is a családokon belül milyen problémák vannak. Másrészt pedig, hogy ezeknek a családoknak a mágiája hogyan hatja át ezt a világot, illetve a világ az hogyan hat ezekre a családokra, ezekre az emberekre. Durván magával ragadott, tényleg érezhető az, hogy nagyon ghiblis hangulata van ennek a könyvnek, és nem csak azért, mert hogy nagyon varázslatos, de azért is, mert nagyon aprólékosan varázslatos, hogy vannak benne nagyon-nagyon apró elszórt dolgok, amiktől
olyan személyes és élő lesz egyébként ez a világ. A közepén a történet szerintem egy icipicit leült, de összességében nem én túllendültem azon, és Ophelia bekerült egy egészen új szituációba a könyv vége felé. Onnantól kezdve már nagyon-nagyon elvesztem. Illetve amit még nagyon szerettem, hogy nagyon kidolgozottak voltak a karakterek, és nem csak Ophelia és Thorn, hanem a mellékszereplők is. Aki nekem egy nagyon-nagyon érdekes karakter volt, az Thornnak a nagynénje volt, aki nem egy feltétlenül pozitív karakter, nem is egy feltétlenül negatív karakter, viszont egy nagyon-nagyon összetett és szürke karakter, akinek van egy hatalmas gyász az életében, ami miatt egyébként a családjában sem tud teljes mértékben megbízni. Tehát van egy esendősége, viszont mindeközben nagyon hiú és kegyetlen és opportunista. Úgyhogy ő egy nagyon-nagyon furcsán összetett karakter, akit nagyon-nagyon élvezek olvasni. Őszintén szóval ez a könyv tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó, és az a helyzet, hogy szerintem felnőtt fantasy olvasóként is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Hiába mondják azt, hogy ez az új Harry Potter, szerintem ez nem az új Harry Potter, de ez nem jelenti azt, hogy nem egy baromi jó könyv. A hónap végén olvastam még egy képregényt, egy vaják képregényt, az elátkozottabb házat, amit Paul Tobin írt és Joe Harico rajzolt. Az helyzet, hogy ez egy nagyon jó kis sztori volt, én tökre elvesztem. Még ezzel együtt is egyébként, hogy a rajzolás az nekem nem tetszik, és néha egészen furcsa anatómiájúak lettek az emberek, viszont a színek azok nagyon-nagyon általáltak, nagyon hangulatosak, úgyhogy a képi világ az eléggé felemás volt. A történetünk elején Geralt egyedül vándorol a világban, amikor találkozik egy vadásszal, aki szintén egyedül utazik, és rövid úton kiderül, hogy a vadász az elvesztette a feleségét, Bruxák rabolták őt eltőle, és azóta a nő is egy ilyen átkozott erdei boszorkányszerű dolog lett, és követi a férfit mindenhova, megtámadja azt, akivel utazik. Úgyhogy, mivel Geraltot ez annyira nem ijeszti meg, ezért elindulnak, hogy együtt utazzanak és elkavarodnak az elátkozottak házába, honnan látszólag nem tudnak elmenni. Ami nagyon tetszett benne, hogy ez a vadász az először egy nagyon szimpatikus karakter, mivel nem előítéletes Geralt, a barátságosan fordul hozzá, hajlandó vele együtt utazni, viszont utána voltak nagyon furcsa megjegyzései a karakternek nőkkel kapcsolatban, ami egy kicsit úgy kiábrándított, és nem tudtam eldönteni, hogy most én vagyok, vagy hogy ez most a vajákvilág, vagy hogy ez most az író. Viszont utána nagyon érdekes volt az, amit ebből az író kihozott. Nem szeretnék spoilerezni, de hogy nagyon tetszett az, amilyen irányba végül is elment az a történet. Úgyhogy lehet, hogy a vaják képregények jobbak, kevesebb szöveg fér bele, de minden esetre most nálam van kölcsönben a második is, úgyhogy még mindig masszívan próbálkozom a vajákvilággal. Az utolsó könyvét a hónapban elkezdtem, de nem fejeztem be, az a nők beszélgetnek Miriam Toews-tól. És az az igazság, hogy nem tudom most, hogy hányad állok ezzel a könyvvel, és hogy egyáltalán be akarom-e fejezni. Ez egy nagyon-nagyon rövid könyv, 200 oldal körüli, és gyakorlatilag egy hónap alatt a felig tudtam elszenvedni magamat, mert nagyon furcsa stílusban van megírva. A történetünk Bolíviában játszódik egy menonita közösségben. Gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon vallásos közösség, ami egy kicsit igyekszik függetleníteni magát a körülötte lévő országtól. A történetünk az megtörtént eseményeken alapszik, gyakorlatilag 2005 és 2009 között rengeteg asszonyt támadtak meg, utána elájultak és másnap fájó tagokkal ébredtek föl. Úgy gondolták, hogy démonok támadnak rájuk, azonban hamarosan kiderült, hogy a közösség férfi tagjai közül páran összefogtak, és ők támadták és erőszakolták meg ezeket a nőket. A történetünk ott veszi kezdetét, hogy ez már mind kibukott, a férfiakat, azokat összegyűjtötték, és próbáltak igazságot szolgáltatni a közösségen belül, viszont annyira elharapóztak a dolgok, hogy muszáj volt kinti igazságszolgáltatást is bevonni, mivel úgy gondolták, hogy a férfiak élete veszélyben van. Gyakorlatilag a történetünk pár napot ölel föl, ahol is a nők azok megpróbálják eldönteni, hogy hogyan legyen tovább, hogy maradjanak itt a közösségben, amikor is muszáj megbocsájtani a közöknek a férfiaknak a hitbéli tanítások miatt, vagy keljenek útra és hagyják el a közösséget, ami ugye azzal járna, hogy bizonyos szeretteiket hátra kell hagyniuk, illetve annyira nincsenek tanítatva a nők ebben a közösségben, hogy konkrétan nem beszélik a körülöttük lévő országnak a nyelvét, nem tudnak róla semmit, úgyhogy kérdéses, hogy egyáltalán tudnának-e boldogulni, hogyha elmennének. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és engem nagyon érdekel az, hogy hogyan fognak döntésre jutni, és hogy végül mit fognak dönteni. Viszont gyakorlatilag egy férfi karakter, egy tanító az, aki lejegyzi nekik a beszélgetésüknek a jegyzőkönyvét, és ezt a jegyzőkönyvet olvasni annyira nem élvezetes. Tehát, hogy alapvetően amivel főleg problémám van, az a választott írói stílus,
amit nehéz olvasni. Úgyhogy még nem tudom, hogy befejezem-e, de minden esetre nagyon érdekel az, hogy fog véget érni, úgyhogy most ezzel egy ilyen nagyon felemes állapotban vagyok. Szóval, ezek voltak azok a könyvek, amiket januárban olvastam. Nyugodtan írjátok meg nekem, hogyha titeket érdekel valamelyik, vagy hogyha olvastátok valamelyiket, vagy nektek melyik volt a legjobb januári olvasmányatok, és egy következő videóban majd találkozunk. Sziasztok!